Negyedszer játszott a bajnokságban idegenben a Kisvárda, és a mezőkövesdi mérkőzésen már az 5. percben örülhettek a csapatot elkísérő szurkolók, mivel Simović megszerezte a vezetést a vendégeknek. 9 perc múlva már 2 góllal vezetett a Várda, Navratil duplázta meg csapata előnyét. A folytatásban több lehetősége is volt Subka Attila csapatának arra, hogy lezárja a meccset, azonban a helyzetek sorra kimaradtak. Gól csak a hajrában született, Kornél Enne talált saját kapujába, de ez az öngól csak az eredményen kozmetikázott, a Kisvárda a Honvéd és az Újpest után a mezőkövesd otthonából is elvitte a 3 pontot. Csak idegenben játszottunk, ugye egy meccsünk volt itt volna a Puskással, ami nem úgy sikerült, hogy szerettük volna. A mezőkövesdel kapcsolatban tudtuk nagyon jól, hogy egy átalakuló félben levő csapat, és próbálnak a játékrendszert játszani, amiből az elmúlt időszakban a 3-5-2-es rendszer volt, ami minden pályára léptek az ellenfelek ellen, erre készültünk, és én úgy gondolom, hogy ezt a feladatot az első fél időben nagyon jól megoldottuk, mert azokból a szituációkból, amiket előre legyakoroltunk, megbeszéltünk a játékosokkal, tudtunk gólokat szerezni. Azt gondoltam, hogy még tudunk rúgni gólokat, mert megvoltak a lehetőségeink. Ugye az első fél időben is rengeteg olyan szituáció volt még, amiből eldönthettük volna a mérkőzést. Második fél idő elején volt egy kis problémánk, amikor átálltak egy 4-4-2-es játékrendszerre, akkor nehezen vettük fel velük a ritmust, és utána viszont én úgy gondolom megint volt 2-3 olyan szituáció, hogyha az utolsó passzoknál megfelelően koncentrálunk, akkor meg tudtuk volna, vagy pontosabban el tudtuk volna dönteni a meccset, és hát utána saját magunknak tettük izgalmassá azzal, hogy a vége előtt 1-5-6 perccel egy öngólt fejeltünk. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest Budafok 1-2, DVTK Paks 1-2, Zalaegerszeg Budapest Honvéd 2-4, Ferencváros Puskás Akadémia 2-1 és MOL Fehérvár FC Újpest 5-1. A héten a válogatott meccsei miatt nem rendeznek fordulót az NB1-ben. A héten próbáljuk ritmusba tartani a csapatot, és ennek megfelelően ugye holnapi naptól elkezdjük a tréningeket, hétvégén a Nyíregyházával jártunk egy felkészülési mérkőzést, ahol azok a játékosok tudnak többet játszani, akik kevesebb lehetőséget kaptak a bajnokságban, hogyha bármi történik, akkor ők is toppal legyenek. És ennél a Ferencváros, én azt hiszem, hogy az a hét igazán arról fog szólni, hogy minden játékos a maximumot nyújtja majd a tréningeken is. Maximális koncentráció lesz, mert én azt hiszem, hogy csak akkor lehetünk eredményesek a Ferencváros ellen, hogyha mindenki a 100%-os teljesítményét le tudja adni a mérkőzésen majd. Az NB1 tabelláját a MOL Fehérvár vezeti 11 ponttal, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 10 pontos Ferencvárost. A 3. Puskás Akadémia a 4. Kisvárdával egyetemben 9 ponttal várja a folytatást.